Köszöntöm nézőinket, beszélgető partnerem Ritter Imre, aki 2014 és 18 között a Magyar Országgyűlés első német nemzetiségi szószólója volt, majd tavaly óta az első képviselője. Köszöntöm. Én is köszöntöm, önt is, a nézőket is. Első kérdésként, mielőtt ráfordulnánk a politikára, hiszen ön politikus, ki is ön, mit lehet tudni Ritter Imréről? Nem arról a Ritter Imréről, aki a hírekben szerepel, hanem aki mögötte van. Budaörsön születtem 1952-ben, tőzsgyökeres német nemzetiségi családból. Ott nőttem fel, ott élek ma is. 5 gyerekem van. Közgazdasági egyetemet végeztem nappalin, majd az Eötvös Loránd Tudományegyetemen estén alkalmazott matematikusként. Imádtam mindig futballozni. Hosszú ideig fociztam nagypályán, illetve a magyar teremlabdarúgásnak az Alami Sport Egyesülettel, a válogatottal is az egyik megalapítója voltam. Az első 100 válogatott mérkőzésből több mint 60-on voltam szövetségi kapitány, életem egyik nagyon szép időszaka volt. Ezt éppen azért léptem vissza, mert a nemzetiségi ügyek, a nemzetiségi önkormányzat választással felbojdították az életemet, ha úgy tetszik, előbb Budaörsön, 4 év után már az Országos Német Önkormányzatnál, és azóta is az időm döntő részét a munkám mellett ezt kötötte le. Egyébként a tisztességes szakmám az adószakértő és könyvvizsgáló vagyok. Adószakértő és könyvvizsgáló cégeim voltak, részben vannak is, amit ugye a parlamenti munka kapcsán sok szempontból fel kellett adjak. És azt kell mondjam, hogy nyilván az utóbbi 5 évben pedig egyértelműen a parlamenti és a nemzetiségi munka teszi ki az életemet, ha úgy tetszik. Itt tényleg olyan a beosztás, hogy az ember más nem nagyon tud tervezni, mert akár este 11-kor jöhet egy e-mail, hogy másnap reggel 8-kor rendkívüli ülés van és rendelkezésre kell állni. Németsége már a gyerekkorában szerepet játszott az életében? Az természetesen azzal egy, tehát az, hogy német nemzetiségi vagyok, és hogy ez milyen fontos számomra, ez sose volt kérdés, de én azt gondolom, hogy az embereknél az életkortól, a lehetőségektől függően mindig változik az, hogy mennyire fontos az identitása, a származása, a nemzetiségi kérdések. Én sem mondom azt, fiatalként jártam a világot, fociztam, tanultam, éltem az életem, és valahol aztán eljön az ember életében egy időszak, egy korszak, egy esemény. Budaörsön az első választás előtt húgom volt, aki kérte, hogy üljünk le egy kicsit beszélgetni, furcsa is volt, mert hát ilyen hivatalosan nem szoktunk így leülni, és ő hívta fel a figyelmemet még 93-ban, hogy vagy 92-ben, hogy lesznek majd nemzetiségi önkormányzati választások, és hogy szerinte én erre alkalmas lennék, és szeretnél elmennék vele a Jakob Lejerhez egy megbeszélésre. Így indult. Aztán a Ritter név miatt megválasztottak Budaörsön a nemzetiségi önkormányzatba. Mivel én sokat voltam a világban, szóval szét senkivel nem volt rossz viszonyom, ezért megválasztottak elnöknek, és innen kezdve meg volt pecsételve a dolgom, az életem, ha úgy tetszik. 14-ben, mikor szószóló lett, akkor gondolta arra, hogy el lehet érni ennél többet? Számított rá? Hát azt, hogy mit lehet elérni, azt senki nem tudta megmondani, de számomra az egyértelmű volt, hogy ha a parlamenti képviselettel nem élünk, és a parlamenti képviselettel nem tudunk minőségi változást, sok tekintetben fordulatot elérni a magyarországi nemzetiségek életében, akkor hosszú távon halálra vagyunk ítélve. Tehát a kérdés nem az volt, hogy mit lehet elérni, vagy nem. A kérdés az volt, hogy vagy élünk ezzel a lehetőséggel, vagy el kell felejtsük azt, hogy érdemben tudunk változtatni a nemzetiségeink életén. Számomra pedig a életkorom, a szakmai végzettségem, a tapasztalatom, gazdasági, politikai és minden szempontból, ha úgy tetszik, ez ideális időszakban jött, hiszen azért az elmúlt 30 évben Budaörsön több cikluson keresztül voltam a pénzügyi bizottság elnöke,
20 milliárdos városról beszélünk költségvetési szinten. Az országos német önkormányzatnál 16 éven keresztül voltam a pénzügyi bizottság elnöke. Tehát szakmailag is, politikailag is, ha úgy tetszik, fel voltam vértezve arra, hogy amit lehet, azt megpróbáljunk ebből kihozni. És ugye azért hangsúlyozom ezt ki, mert azért a parlamentben azt mindenkinek tudnia kell, hogy persze rengeteg szép ideológia van, de hát a parlamenti munka az arról szól, hogy minél több pénzt és lehetőséget biztosítsunk, és ezen pénzek felhasználásához, lehető legjobb felhasználásához megfelelő törvényeket, eljárásrendeket alakítsunk ki. Erről szól a parlamenti munka, és ez az én dolgom. És azt gondolom, hogy ha mondjuk 20 évvel ezelőtt lett volna a parlamenti képviseletre lehetőség, az nagyon fontos lett volna, és vele se lehet gondolni, hol tarthatnánk ma, ha ez 25 évvel ezelőtt történik, és nem most. Viszont azért biztos, hogy 25 évvel ezelőtt nem én lettem volna a magyarországi németek parlamenti szószólója vagy képviselője, vagy ha lettem is volna, én nem lettem volna arra még alkalmas. Mielőtt rátérünk itt a parlamentben végzett munkájára, előtte még annyit, hogy kérdezzek meg, hogy 18-ban, még a választás előtt ugye országjárásba kezdett. Hogy látta a Magyarországon az emberek, mennyire vállalják fel nemzetiségüket? Mennyire volt könnyű dolga? Én azt gondolom, hogy egyre inkább felvállalják, és ezt lehet látni a népszámlálási adatokból, a regisztrációs adatokból is. Természetesen a 46-tól 48-ig a Vertreibung, a magyarországi németek erőszakos elűzése nagyon sok sebet, súlyos sebet hagyott, és most például a 2020-as népszámlálási törvénynél a parlamentben is elmondtam, hogy a név szerinti népszámlálási adatok pont a magyarországi németek példáját nézve, hiszen az előzetés a népszámlálási listák alapján volt. Nem azért volt előzetés, mert volt népszámlálás és volt lista, hanem azért, mert egy embertelen világ volt, és reméljük, hogy ilyen világ soha többé nem jön vissza. De ezek nem olyan dolgok, hogy érvek, matematika meg jogászkodás dönti el. Ha valaki úgy érzi, hogy ez neki nem jó, ha valakinek összeszorul a gyomra, akkor az nem szabad megcsinálni, és nem lehet megcsinálni. Tehát ugyanakkor viszont lehet látni, hogy a regisztrációk kapcsán, a népszámlálásnál egyre többen vallják magukat német nemzetiségűnek. Az, hogy német nemzetiségű vagyok, ez már nem pejoratív, nem rossz indulat, mint valamikor a svábozás volt. Egyre több szülő felismeri, hogy a gyerekeinek a legtöbb, amit adhat, az az identitás, azok az értékek, az a nyelvtudás, a német nemzetiségi mi voltam. A választásnál speciálisan, mivel ugye mindenkinek dönteni kellett, hogy pártra szavaz, vagy pedig német nemzetiségre szavaz, természetesen sokan voltak, akik úgy gondolták, hogy nehezen mondanak le a párt preferenciájukról, de azért mégis volt 35 ezer ember, akinek fontosabb volt a német identitása, mint a párt szimpátiája vagy hovatartozása, és én azt gondolom, ez egy nagyon komoly siker. Ezt mindenki el is várta tőlünk, ezt elvárta a politika, elvárta a többi nemzetiség is, hiszen a többi nemzetiség a létszámából adódóan legalábbis a 13-ból 11 eleve nem választhat képviselőt, hiszen nincsenek annyian Magyarországon. És innen kezdve azt minden kockázat nélkül el lehet mondani, hogy a magyarországi németségnek a jövőben mindig lesz önálló független parlamenti képviselője, hiszen a regisztrációk megmaradnak, és csak az eltávozókat kell helyettesíteni újabb regisztrációkkal, és én azt gondolom, ez a jövőben nem lehet probléma. Mik az idei célok? Ugye most elindítottak egy programot, hogy áll ez? Igen, hál' Istennek most már az 5 év után, vagy 4,5 év után már nem csak célokról és ahhoz vezető útról kell beszélni, hanem megvalósult konkrét eredményekről. Tehát a legfontosabb, hogy az elmúlt 4 évben részben előkészített és elindított, és főleg ebben az évben továbbfejlődő dolgokat tovább vigyük, kibővítsük.
A jövőnk szempontjából az országos német önkormányzat a választás előtt is világosan megfogalmazta, hogy a legfontosabb első prioritás az az oktatási és kulturális autonómia. Ebben az elmúlt 4-5 évben nagyon sokat léptünk, hiszen most már közel 80 oktatási nevelési intézmény van országos vagy helyi nemzetiségi önkormányzati fenntartásban. Ez már több mint 15 ezer gyereket jelent. Ami viszont nagyon nagy probléma, hogy nincsen nagyon nagy nemzetiségi óvodapedagógus hiány van. A szükséges óvodapedagógus létszám több mint 40%-a hiányzik. Hogy a nemzetiségi tanító és tanárok közül mekkora a létszám hiány, konkrétan azt nem is tudjuk, mert nincsenek konkrét adatok. Itt kell egy felmérést csináljunk majd, mint az óvodában ezt már megtettük 2 évvel ezelőtt. De nagyon fontos, hogy tavaly szeptember 1-től visszamenőleg épp ezekben a napokban, január 10-én lett nyilvánossá téve a nemzetiségi óvodapedagógus tanulmányi ösztöndíj, ami azt jelenti, hogy minden tavaly szeptember 1-ben első évfolyamra felvett nemzetiségi óvodapedagógus nappalin 60 ezer forint, esti levelező 40 ezer forint tanulmányi ösztöndíjat kap, a második fél évtől pedig a tanulmányi eredménytől differenciáltan. Ezt felmenő rendszerben ki akarjuk terjeszteni valamennyi nemzetiségi óvodapedagógus hallgatóra, és nem csak a képzés 3 vagy a jövőben lehet, hogy 4 éves időszakában, hanem a munkába állás első 3-4 évében is fogják kapni az ösztöndíjat. Azért, hogy a jövőben lényegesen nagyobb számban és jobb képességű, jobb német nemzetiségi nyelvi képességekkel rendelkező fiatalok jelentkezzenek óvodapedagógusnak. 2019. szeptember 1-től szeretnénk ezt beindítani a nemzetiségi tanító és tanárképzésben is a tanulmányi ösztöndíjat. Már idén január 1-től a 8 képző egyetem és főiskola, aki a nemzetiségi óvodapedagógus képzést végzi, és innen kezdve minden évben külön célzott támogatást kap, amit kizárólag az nemzetiségi óvodapedagógus képzésre fordíthatnak. Harmadrészt pedig azon magyar óvodapedagógusi végzettséggel rendelkező, most is óvodapedagógusként dolgozóknak, akik nemzetiséghez tartoznak, hogy elvégezzék a német kiegészítő képzést, ők is ösztöndíjat kapnak, és a foglalkoztató óvodák költségtérítést fognak kapni. Tehát azt gondolom, hogy minden létező területét, a hallgatókat, akik jelentkeznek, a képzőegyetemeket, a foglalkoztató óvodákat is érdekelté tesszük, hogy nagyobb számban és jobban képzett, elsősorban német nyelvi szintjükben jobban képzett és magasabb szinten lévő végzett óvodapedagógusok jöjjenek ki, és álljanak munkába a német nemzetiségi óvodákba. Ugyanezt kiterjesztjük az iskolákra is. El kell érni azt, hogy a német nemzetiségi gyerekek, akiknél sajnos nem várható a következő évtizedekben, hogy a családból hozzák olyan szinten a német nemzetiségi anyanyelvet, ahogy ez korábbi évszázadokban volt. Az élet nagyon sok mindent megváltoztatott, ezért olyan óvodák, olyan nemzetiségi óvodák kellenek, olyan nemzetiségi általános középiskolák, és az Andrássy Egyetem van egyetemként is, hogy ott tökéletesen beszéljenek németül, és a német nemzetiségi oktatásban a német honismeret, népismeret, kultúra, identitásuk olyan szintű legyen, hogy utána egyrészt egyénileg az élet bármely területén meg tudják állni a helyüket, és együtt pedig egy összetartó német közösségként a kultúránkat és nemzetiségünket tovább vigyék. Tehát akkor itt nem csak a nyelvoktatása fontos, hanem maga az is, hogy a kultúrát megtanulják majd a fiatalok, akiket a most kiképezendő pedagógusok fognak tanítani. Természetesen a német nemzetiségi képzés az nem keverhető össze az idegen nyelv oktatással. A nyelv oktatás és a képzés természetesen a német nemzetiségi képzésnek is az alapja, hiszen nemzetiségi nyelv nélkül nincs nemzetiségi kultúra, identitás, jövő, de ez sokkal bővebb ennél. Nem tartanak attól, hogy megbélyegzik önöket, hogy külföldre képeznek fiatalokat, mert ugye Magyarországon most sokat lehet arról hallani, hogy elvándorolnak a fiatalok, nem maradnak itt, ilyen hangokat nem lehetett hallani.
A dolog lényege pont az, hogy olyan fiatalokat képezzünk, a identitásuknak mi ungándajcs vagyunk, magyarországi németek, tehát akiknek a hazája Magyarország, büszkék vagyunk a német nemzetiségi identitásunkra, származásunkra, kultúránkra, értékeinkre, de ettől Magyarország a szülőhazánk. És az ösztöndíj program mellett ugye a másik része a nemzetiségi pedagógus programnak, hogy amiben megint már végeredményről is tudok beszélni, hogy 2,5 évvel ezelőtt éppen a már a szakmában lévők fokozott megbecsülése érdekében elindítottuk, hogy 2 év alatt a nemzetiségi pótlékát a nemzetiségi pedagógusoknak a korábbi 10% helyett 30%-ra, 3-szorosára emeljük. Ez 18-ban 10-ről 15-re, most január 1-ével pedig 15-ről 30%-ra emeltük. Ez azt jelenti, hogy most január 1-től már egy német nemzetiségi pedagógus, legyen az óvónő, nemzetiségi tanító, tanár, vagy éppen egyetemen oktató nemzetiségi pedagógus, havonta egyetemi végzettség esetén, vagy képzés esetén 60.900 forintot fog kapni nemzetiségi pótlékot. Azt gondolom, ez már azért egy olyan mérték, ami érzékelhető már, és jelzi azt, hogy számunkra rendkívül fontosak, és olyan körülményeket szeretnénk a megbecsülésben is teremteni, hogy megérje neki átgondolni, hogy mégiscsak itthon maradok a barátaimmal, családommal, saját környezetemben, nemzetiségi oktatásban veszek részt, vagy pedig neki megyek a világnak valahova. Ami nem az zárja ki, hogy valaki elmenjen külföldre egy évre, 2 évre, akár az egyetemi időszak alatt, sőt, ez szándékunk is. Nekem mind a 2 nagylányom egyébként egy-egy évet kim volt Németországban is, sőt Londonban, illetve Oxfordban is. Mind a 2 hazajött utána németből, angolból, felsőfokú nyelvvizsgával, és ma is Magyarországon dolgozik, és él mind a 2. Tehát ez nem zárja ki, mi itt akarunk boldogulni, és itt szeretnénk a gyerekeinknek is olyan körülményeket teremteni, nevezetesen a nemzetiségi óvodákban, iskolákban, hogy ők is ugyanezt megtehessék, akár jobb körülmények között, és jobban felkészülten, mint ahogy mi. Milyen egyéb célok vannak még erre a ciklusra? Épp februárban kerül majd az idei évben még ugye az átvett nemzetiségi intézményeknek, ott is a 17-ben 80 millió volt, 18-ban 270 millió, 19-ben 1 milliárd 350 millió forint lesz a kiegészítő működési és beruházási fejlesztési támogatása. Ezt februárban fogjuk felosztani, valószínűleg március 7-én lesz, ha lehet mondani már hagyományosan a parlament vadásztermében, hiszen az előző 2 évben is ott tartottuk a többlettámogatások ünnepélyes kihirdetése és átadása. Ugyanígy idén 2,5 milliárd forint van az országos önkormányzatok által fenntartott intézményekre, részben egyesületek részére is beruházási felújítási keretre, amelynek a felosztása februárban kerül sor. Nagyon sok munka van, hál' Istennek a támogatások megfelelő felosztásával, elosztásával, felhasználásával, ellenőrzésével. Az egész ciklus tekintve, ugye ebben az évben a 19-es költségvetési törvényben közel 5 milliárd támogatásemelést tudtunk elérni. Ez a 4 évre vetítve közel 20 milliárd forint. Ez több, csak ez több, mint az előző 4 éves ciklusban összesen, amit el tudtunk érni. De itt abba kell mindenkinek gondolkoznia, hogy nem csak az intézmények fenntartó jogait vettük át, hanem a vagyonkezelő jogait is, innen kezdve a fenntartó nemzetiségi önkormányzatok feladata az intézmények folyamatos karbantartása, felújítása, beruházása. Ez állami feladat, az államtól vettük át, tehát az államnak kell ezt egyértelműen finanszíroznia. Tehát itt 10 milliárdokról beszélünk a következő éveket tekintve, hiszen én azt gondolom, hogy ha 100 oktatási nevelési intézményt veszünk át, és körülbelül ez lesz az a szám, ami szerintem reális, abból ahhoz, hogy 20 évente minden intézmény legalább egyszer kompletten fel legyen újítva, az azt jelenti, hogy évente minimum 5-6 intézményt
teljesen fel kell újítani, a többieket karbantartani. Ez nagyon jelentős összeget igényel. Ezt egyébként a parlament és a kormányzat is látja, a szakminisztériumok is látják partnerek ebben. Tehát én rendkívül optimista vagyok. Olyan lehetőségekhez jutunk, amiről úgy gondolom, hogy a parlamenti képviseletet megelőzően nem is álmodhattunk, ami nem azt jelenti, hogy ezek nem abszolút jogosak. És ugye ez mindig egy polémia, hogy ha valaki azt mondja, hogy a Magyarországon élő nemzetiségek a költségvetés többleteihez képest az elmúlt 4-5 évnek a kedvezményezettjei voltak, akkor ez abszolút igaz. Nem is lehet józanul ennek ellent mondani. De az ember megnézi azt, hogy az elmúlt 100 évben mi történt velünk és honnan indultunk, akkor nincs időnk és nem lehet újabb évtizedeket várni. Tehát most 100 év mulasztását, bűneit kell behozzuk, és ez bizony azt követeli meg, hogy nagyságrendekkel nőjenek a támogatások és a lehetőségek. Egy konkrét példát, ami azt gondolom mindenki számára világos, hogy például az anyanyelvi diáktáborok támogatására 2000-től 2014-ig egyetlen forint változás, módosítás nélkül 30 millió forint állt rendelkezésre. 50 ezer gyerekre vetítve, ez 600 forint egy gyerekre, az két gombóc fagylalt körülbelül. Egy 5 napos ausztriai vagy 1 hetes németországi táborhoz ennyi volt a pályázati forrás egy gyerekre vetítve. 2 gombóc fagylalt. Most az 5 év alatt, 4,5 év alatt a 30 millió forintot 600 millióra, a 20-szorosára tudtuk fölemelni. A 20-szorosára. Nem kérdés, hogy óriási eredmény. Senki nem gondolt volna előtte. De ha megnézzük, hogy hány nemzetiségi osztály van az általános iskolákban, és ha azt akarjuk, hogy minden gyerek csak egyszer a 8 év alatt eljusson 5 napra Ausztriába, vagy 1 hétre Németországba, Tirolba, német nyelvi területre, akkor ez a 600 millió forint is maximum a 30-40%-a a szükséges pénznek. És akkor még csak arról beszéltünk, hogy egyszer a 8 év alatt, vagy szerintünk legminimum 2-szer kéne eljusson, egyszer ott körülbelül 3.-4.-ben, amikor már megfelelő német nyelvi szinten van, és egyszer pedig felsősként már. Hát ez egy, azt gondolom, egy mindenki számára világos, érthető példa arra, hogy igen, 20-szorosát kaptuk 4 év alatt, de ez még mindig csak harmada, negyede, ötöde adnak, mint ami objektívan szükséges lenne. Nagyon szépen köszönöm, hogy elmondta mindezt nekünk. Nagyon szívesen. A nézőknek pedig köszönöm, hogy velünk tartottak. További jó tévézést, viszontlátásra!